Hálószaggató, jó estét kívánok mindenkinek innen Újpestről, a Megyeri úti jégcsarnokból. Tovább kígyóznak a csapatok az Ersze Liga alapszakaszának második fordulójában. Tovább teszi a társ irányába, azonban Nyquistet találta csak. Kata. Lakonen. Nincs les. Hatalmas gól! A sérülését követően visszatért Travis Ivanik. Egy gyönyörű góllal, gyönyörűen jöttek el a hazaiak, nyargaltak át a semleges zónában. Koatának is jó lett volna, hogyha elérte volna. Kis Patrik. Csente lopta a távolságot, hatalmas zicser, Ivanik dupla. Nem kellett sok Ivaniknak, egészen pontosan 3,5 perc, hogy megduplázza a csapata és saját góljainak számát ma este folyamán. Szavajnió, hatalmas hiba, és kettő a semmivel jöhetnek most a fehérmezesek, és be is ütik. Visszajönnek egy gólra a fehérváriak. Könnyelmű hiba, eladott korong, és kíméletlen büntetés vendégrészről. Csollák szerette volna nagy erővel kilőni a korongot, ez nem jött össze. Jászlő! Hatalmas gól! Micsoda gólváltás! Kérem szépen, ilyen rövid idő alatt két újpesti és egy fehérvári találat, mindezt hazai előnyben. Gyönyörű észrevétel, el van átkozva egyszerűen Sam Coatta. Ő nem, azonban ha jól látom, akkor Travis Ivanik igen. Ami azt jelenti, hogy ez így akkor Mester 3-as Travis Ivaniknál. Farkas lőtte el Csollák. Ivanik hatalmas sebességkülönbséggel húz el Travis Ivanik ellenfele mellett. És az egyik néző bedobta a baseball sapkáját, de hát biztosan elszámolta magát, hiszen Ivaniknak ez már nem a harmadik, hanem a negyedik találata. És legközelebb az Újpest jövő héten fog jégre lépni hazai pályán a DVTK ellen.